Egyiptom, az ősi kincsek és rejtett titkok földje. Uralkodói közül mindmáig Kleopátra az egyik legtitokzatosabb. Julius Cézár és Marcus Antonius szeretőjeként ismerik, és egy időben ő volt a legnagyobb hatalmú nő a világon. Ám Egyiptom utolsó királynőjének nyomai szinte teljesen eltűntek a történelemből. Ez azonban változóban van, mivel egy különc régész rég elfeledett templomot fedezett fel, amelynek fontos szerepe volt Kleopátra uralkodásában. Készek vagytok az életeteket kockáztatni Kleopátráért? Káprázatos leleteket tárt fel. Szóljon, merre vannak a kígyók! Rejtélyes föld alatti alagutakat talált, és még az utolsó holtak városára is rábukkant. Csodálatos ez a nekropolis! Ezt nézd! Hát nem mesés! A leletek segítenek megváltoztatni a titokzatos királynőről alkotott képünket. Anya volt, feleség volt, királynő volt, és istennő. De ami még izgalmasabb, a kutató rejtett föld alatti kamrákat is felfedezett. Megerősíthetem, hogy itt megpróbáltak elrejteni valamit. Sőt, a Kleopátra utáni kutatásai során talán Egyiptom utolsó királynőjének sírját is megtalálta. Hatalmas üreget vágtak az alapkőzetbe. Látva őket, világos, hogy ezek sírokhoz vezető aknák. Kleopátra elveszett sírja. Istennő vagy, Kleopátra, és egy istennőnek mindent szabad. 2000 évvel a halála után Egyiptom legendás királynője még mindig lenyűgöz bennünket. Kleopátra kulcsfontosságú alakja az egyiptomi történelemnek. Nem volt az övénél zavarosabb, traumatikusabb, szappanoperába jobban illő királyi család. Az a Kleopátra, akit ismerni vélünk, csak a hollywoodi változat. A valódi Kleopátráról azonban kínzóan keveset tudunk. Az ő esetében óhatatlanul több a mítosz, mint a tény. Ma már alig van nyoma annak, hogy Kleopátra egyáltalán létezett, és a legnagyobb rejtély még megoldatlan. Nem tudjuk, hol van eltemetve. Az az igazság, hogy nem tudjuk pontosan, mi történt. Nem ismerjük a halála pontos körülményeit, és azt sem, mi lett utána a holttestével. Most azonban új fordulat következett be a történetben, méghozzá meglepő forrásból. Kathleen Martinez büntetőjogi ügyvéd a Dominikai Köztársaságban, de az elmúlt 20 évben a Kleopátra utáni nyomozásban kamatoztatja bírósági tapasztalatait. Nem teljesen úgy gondolkozom, mint egy régész, mivel eredetileg ügyvéd vagyok. Így aztán Kleopátrát is az ügyemként kezelem. Kathleent egész életében nagyon érdekelte Egyiptom utolsó királynője. Úgy véli, hogy Kleopátra élete és halála is jóval több volt annál, mint azt a legendák alapján gondolnánk. Ez a megszállottság vitte el az észak-egyiptomi Alexandriába. Úgy tartják, hogy itt volt Kleopátra ősi fővárosa, csak hogy azt a települést már több mint 1000 éve elnyelte a tenger. A régészek a víz alatt megtalálták a királynő palotáját, és sokan biztosak benne, hogy a sírjának is itt kell lennie. Kathleennek azonban egészen újszerű elképzelései vannak arról, hol temették el Kleopátrát. A római flotta Krisztus előtt 31-ben az Actiumi csatában legyőzte Kleopátrát és a szeretőjét Marcus Antoniust. Egyiptomba menekültek, és mindketten öngyilkosok lettek. Kathleen szerint a királynő öngyilkossága egy alaposan átgondolt terv része volt, melynek meg kellett akadályoznia, hogy a holtteste a bosszúszomjas rómaiak kezére kerüljön.
Kleopátra utolsó napjainak történetét alaposan áttanulmányozva rájöttem, hogy amit tett, az már egy vallási szertartás kezdete volt, s könnyen azzal érhetett véget, hogy egy templomban helyezték örök nyugalomra. Ha ez így van, akkor az elveszett sírja még mindig itt rejtőzik valahol. Kathleen szerint Kleopátra igazi stratégaként tervezte meg, hogy a testét egy templomban római szemektől távol temessék el. Az ókori szövegek tanulmányozása alapján 21 lehetséges temetkezési helyet azonosított, de ezek közül csak egy volt, amely igazán felkeltette az érdeklődését. Taposiris Magna. A romos templom együttes Alexandriától 40 kilométerre nyugatra fekszik. Kathleen gyanította, hogy az ősi törmelékhalom Kleopátra családja a Ptolemaidák idejéből származik, de ezt senki sem tudta igazolni. Ez a helyszín senkit sem izgatott volna fel a régész társadalomban. Az, hogy kapcsolat lenne a hely és Kleopátra között, újdonság volt a számomra. Az elmúlt 100 évben többször is végeztek itt ásatásokat, de lényegében semmi érdekeset nem találtak. Lehetséges volna, hogy Kathleen megérzése mégis helyes. Lehet, hogy itt van az elveszett sír. Amikor először jöttem el ide, önkéntelenül felnevettem, mert tudtam, hogy jó helyen járok. A templom együttest körülvevő falakon szokatlan módon nem voltak feliratok, sem egyéb jelzések, amelyek alapján az egyiptomi történelem valamelyik korszakához vagy dinasztiájához lettek volna köthetők. A legelterjedtebb nézet szerint ez a templom soha nem készült el. A tudósok szerint soha nem működött templomként. Én viszont úgy vélem, hogy tévednek. A szakértők félkész, jelentéktelen helyként írták le Taposiris Magnát. Kathleen viszont eltökélte, hogy bebizonyítja, a hely több egy régi építkezésnél. Soha senki nem próbált konkrét céllal kutatni itt. A régészek többsége csak nevetett az autodidakta újonc elméletein. Azt hiszem, Kathleen ötletei tudományos alapok nélkül eléggé szenzációhajhásznak tűntek. Sok kétkedés fogadta a munkáját. Olyan volt, mintha ez a nő a semmiből bukkant volna elő. A hely nagysága és a Kleopátra ősi székhelyéhez való közelsége azonban meggyőzte Kathleent arról, hogy jó nyomon jár. Ha sikerül rátalálni a Kleopátra sírjára, akkor ki tudja, milyen titkok derülnének ki a királynő életéről és haláláról. Az emberek annyit tudnak Kleopátráról, amennyit a moziban láttak. Valójában tudott zenélni, orvoslást tanult, és a jogról is írt. Nagyon sok mindenhez értett, és sok mindent tett egy olyan korban, amikor a nők lehetőségei igen korlátozottak voltak. Míg a római költők szerint Kleopátra csak a férfiakat elcsábító és manipuláló nő volt, az arab szerzők egészen más képet festenek róla, mint filozófusról, tudósról és eltökélt politikai vezetőről. Ez a nézet az utóbbi években a tudományos körökben is teret hódított, és ma már nem is csak Kathleen kutatja Kleopátra nyomát. Dorothy Thompson történész néhány máig fennmaradt ókori dokumentum alapján szerzett új információkat az uralkodásáról. Engem az érdekel, mit tett a királynő Egyiptomban, és nem az, hogy milyennek festették le mások. Nem a királynő déli bábjára vagyok kíváncsi, hanem a szövegekből kibontakozó igazi királynőre. A Berlini Múzeumban őrzött, törékeny 2000 éves papírusz darabok bepillantást kínálnak abba, hogyan gyakorolta Kleopátra a politikai hatalmát az uralkodása alatt. Ez nagyjából Krisztus előtt 50-ből származik, amikor Kleopátra alig másfél éve lépett csak trónra.
Felül az áll rajta, hogy a királynő Basiliais, azaz Kleopátra hozta ezt a királyi rendeletet, azaz Prostaxantont. Kleopátra azon dolgozik, hogy fővárosa lakóinak elegendő tápláléka legyen. Kleopátra akkor hozta ezt a rendeletet, amikor Egyiptomot éhínség fenyegette. A királynő tudta, hogy az éhség veszélyes zavargásokat okozhat. Rendeletet hoz, amely szerint, aki gabonát vásárol, az nem viheti azt sem északra, sem délre, hanem a fővárosba kell vinnie. És az ellenszegülőknek halálbüntetés jár. Ez a Kleopátra nagyon más, mint amilyennek a hollywoodi filmekben beállítják. Ügyes politikus, aki tisztában van a problémákkal, és kész tenni azok ellen. Ez nem a Kleopátra a csábító, hanem Kleopátra a tevékeny királynő. Ahhoz, hogy Kathleen Martinez kutatni kezdjen Taposiris Magnában, ásatási engedélyt kellett szereznie az egyiptomi hatóságoktól. A Kleopátrára vonatkozó elméletét magával a régészeti miniszterrel is megosztja. Végül azért adtam meg az engedélyt az ásatásra, mert hihetetlenül makacs nő. Biztos abban, hogy ott van a sír. Kathleen csak 2 hónapot kapott annak bebizonyítására, hogy van valami az elképzelésében. Azonnal megszervezte az ásatást, és munkához látott. 8 hét telt el, az engedély már majdnem lejárt, és a csapat semmit sem talált. Az ásatáson dolgozók mind csalódottak voltak, mert semmit sem találtunk, még cserépdarabokat sem. Az utolsó ásatási napon Kathleen mindent egy lapra tett fel, és az embereit arra kérte, hogy kezdjenek kutatni a helyszín különböző pontjain. Az északi kaputól nem messze aztán furcsa mélyedést találtak a felszínen. Elkezdtük megtisztítani, de egyszer csak kis nyílás keletkezett. Ahogy aztán eltávolítottuk a homokot, kiderült, hogy egy akna az. Kathleen egy rejtett aknára bukkant, amely mélyen a föld alá vezetett. A falában lyukak voltak a mászáshoz. Az ókorban nem használtak létrákat. Megvizsgáltam a kamra alakját is, mert különlegesnek találtam. Az akna 5 méter mélyre vezetett, 2 rejtett kamrához. Vajon mire használták őket? Itt színek is látszanak, tehát a fal festve volt. Elképesztő felfedezés volt. Egy föld alatti szint, amelyet a profi régészek mindeddig nem vettek észre. Lehetséges, hogy a kamrát rituális célokra használták, de ami a legfontosabb, ezen eredményt látva a hatóságok meghosszabbították Kathleen kutatási engedélyét. Életem legboldogabb napja volt, mert ennek az aknának köszönhetően folytathattuk a Kleopátra utáni kutatást. Kathleen bebizonyította, hogy Taposiris Magna sokkal érdekesebb, mint eddig hitték. De vajon lehetséges, hogy ez a hely rejti Kleopátra sírját is? Egyiptom utolsó királynőjének végső napjairól és idő előtti haláláról gyakorlatilag semmit sem tudunk. Nincsenek megbízható beszámolók Kleopátra haláláról, mivel akkoriban senki sem írta ezt le.
A rómaiak elleni döntő tengeri csata elvesztése után a lázadó római tábornok Marcus Antonius önkezével vetett véget az életének, és a szeretője Kleopátra is követni kívánta. A klasszikus történet szerint halálos marású áspis kígyót szorított a kebléhez. De hogy mi történt ezután, az rejtély. Egyszerűen nem tudjuk, mi történt Kleopátra holttestével. Sőt, már a halála körüli események is eléggé zavarosak és ellentmondásosak. A beszámolók pedig semmit sem mondanak arról, hol temethették el. Kathleen Martinez azonban úgy véli, tudja, mi történt. Szerinte az elveszett sír valahol Taposiris Magna nagy területen fekvő romjai közt keresendő. Ha Kathleen Martinez érintetlenül találna rá Kleopátra sírjára, az ugyanolyan jelentős felfedezés lenne, mint Tutankhamon sírjának a felfedezése. A második ásatási idényben Kathleen egy az előző évben talált épület romra fordította a figyelmét. Úgy gondolta, hogy az Osiris a holtak istenének temploma lehetett, de senki sem tudta, ki építette. Az épületből nagyon kevés maradt, de ahogy mélyebbre ástak, Kathleen igen fontos felfedezést tett. Egy sor igen ritka és törékeny táblácskát talált. Ez varázslatos pillanat. Nagyon óvatosnak kell lennünk. A táblák agyagból készültek, és féldrága kövekből, például türkiszből, lápiszlazuliból és üvegből. A lelet igazi ritkaság. Az egyiptomiak ilyen táblákat temettek az épületek alapjai alá. Hihetetlenül fontos dolog, ha sikerül ilyen alapköveket találni, mivel a segítségükkel kideríthető, mikor épült a templom. A feliratok halványan ugyan, de olvashatóak. Nem teljesen tiszták a feliratok. Görögül írottak, és említést tesznek Basilias Ptolemiről, azaz Ptolemaiosz királyról. A táblácskákat a templom építésének kezdetén helyezték el. Kathleen szerint ez úgy 2200 éve lehetett, IV. Ptolemaiosz idején, aki Kleopátra dédapja volt. Kathleen lelete megdöbbenti a régész világot. Sikerült igazolnia, hogy közvetlen kapcsolat van a templom és Kleopátra családja között. Ez tovább erősítette azon meggyőződését, hogy Kleopátra is ide járhatott imádkozni. Régészeti bizonyítékokkal igazoltuk, hogy mindaz, amit eddig a templomról leírtak, téves. De az Osiris templom korának meghatározása csak a kezdet volt. Néhány héttel később, miután északabbra is kutatni kezdett, Kathleen újabb, fontos felfedezést tett. Errefelé folytattuk a munkát, és rátaláltunk erre a kőtömbre. Ahogy megtisztítottuk a környékét, előkerültek egy fal maradványai. És ahogy észak felé dolgoztunk tovább, kiderült, mekkora volt az épület, és hol volt a bejárata. Ez egy újabb templom, amely Ízisz kultuszának a jegyeit viseli. Az Ízisz templomokban gyakran három helyiség volt, amelyek közül a középső volt a belső szentély. A leírás tökéletesen illik az új leletre, és ez újabb, izgalmas kapocs Kleopátrához. Az ókori egyiptomiak számára Ízisz volt a legfontosabb női istenség. Ízisz az egyiptomiak egyik igen fontos istene volt. A jelek szerint az egyszerű emberek különösen kedvelték. Kleopátra pedig előszeretettel ábrázoltatta magát Ízisz földi megtestesüléseként. Az, hogy Kleopátra ezen istennővel azonosította magát, igen fontos dolog volt. És szerintem ő igen komolyan vette a dolgot.
Ízisként beállítani magát kétségtelenül igen ügyes húzás, amely kézenfekvő olyas valaki számára, aki el akarja fogadtatni magát a néppel. Hol máshol temettetné el magát az élő Ízis, mint egy Ízis templom alatt? A templom falai közti ásatások közben Kathleen rátalált valamire, ami szentélynek tűnt, és megütötte a főnyereményt. Kitisztítottuk a szentély belsejét, és vagy 200 darab pénzérmét találtunk. Némelyikük kifejezetten jó állapotban volt, és rögtön látszott rajtuk, hogy Kleopátra arcképét viselik. El sem lehet képzelni, mennyire boldog voltam, amikor Ízis kultuszának a központjában Kleopátra arcával díszített pénzeket találtam. Kathleen most már szemtől szembe is találkozott hősnőjével. Az érmék azt sugallták, hogy a templomot még Kleopátra uralkodása idején is használták. Feltételezzük, hogy az érmék Ízis istennőnek szánt adományok voltak. A Kleopátra idejéből származó bronzpénzek arról árulkodnak, hogy az okos királynő pontosan tisztában volt azzal, hogy mennyire fontos a róla alkotott kép. Az elődei csak az értékesebb, a gazdagok által használt ezüstpénzekre verették rá az arcképüket. Kleopátra viszont azt akarta, hogy minden alattvalója lássa és imádja az arcmását. Kleopátra edöntésében ez volt az új, hogy a kisértékű bronzpénzeket is az arcképével látta el. Ez azért volt fontos, mert a képe így sokkal szélesebb körben lehetett ismert. Aki naponta érintkezett az ilyen pénzekkel, az naponta láthatta Kleopátra arcát is. Kleopátra az egész országát, a gazdagokat és a szegényeket egyaránt emlékeztetni kívánta arra, kié a hatalom. De nem csak a saját népét kellett ellenőrzés alatt tartania, ugyanis a nemzetközi politikába is belekóstolt. A Berlini Múzeumban Dorothy Thompson történész egy második ókori szöveget mutat, amely azt igazolja, hogy Kleopátra Rómában igyekezett szövetségeseket szerezni. Ez a királynő megállapodása arról, hogy a rómaiak, és ezért különösen érdekes a szöveg, tehát, hogy a rómaiak igen jelentős adókedvezményeket kaphassanak. A szöveg legalján egyetlen szó látható, kinesto. Ez azt jelenti, úgy legyen. Ez Kleopátra jóváhagyása a fenti megállapodáshoz. A jóváhagyás láthatóan más írás, mint a dokumentum többi része, ami spekulációkat szült arra vonatkozóan kiírhatta. Az izgalmas kérdés az, vajon ez Kleopátra kezeírása? Nagyon izgalmas lenne, ha ezt ő írta volna, nem? De nem lehetünk biztosak benne. Kathleen az ásatások negyedik évében az Ízis templom felfedezésén fellelkesedve tovább folytatta a kutatást Kleopátra elveszett sírja után. A templom együttesen kívül vizsgálódva feltűnt neki néhány különös mélyedés a talajban. Elkezdtük megtisztítani, és amikor megláttuk az első lépcsőfokot, tudtuk, hogy egy lefelé vezető járatot találtunk. Kathleen egy 25 méter mélyre vezető járatra bukkant. Ki szeretne lejönni velem? Készek vagytok az életeteket kockáztatni Kleopátráért? A sok tonnányi törmelék eltávolítása után Kathleen felkészül a föld alatti felfedező útra. Jel!
Odalent két titkos járatot talál. Először erre megyünk, észak felé, aztán a másik irányba. Azt reméli, hogy valamelyik járat egy rejtett sírhoz vezethet. Az alagutakat szakértő kezek vájták ki a kőzetből, ami nyilvánvalóan óriási munka lehetett. A beduin inkább mellettem jöjjön, hogy szóljon, merre vannak a kígyók. Ide adnátok a lámpát? Látjátok, itt lépcsők vannak lefelé. A járat mentén további függőleges aknák vezetnek le a felszínről. Vajon miért kellett több lejárat? Azokat bárki megtalálhatja. Legyetek óvatosak. Nem akadnak sírra, de a törmelék közül újabb nyomok kerülnek elő. Mi csak? Ez a templom része. Nem rossz. 60 méter után a járat beszűkül és véget ér. Olyan márványdarabokat találtunk, amelyek valószínűleg az Ízisz templomból származnak. A cserépdarabok pedig segítenek majd meghatározni, mikor temették vissza a járatokat. Még izgalmasabb azonban, hogy Kathleen emberi maradványokat is talált. Előkerült... Koponyadarab. Néhány koponyadarab egy csontvázból. De hogy ki lehetett az elhunyt és hogy került oda, azt nem lehet tudni. Kathleen ásatása eddig már jó 300 méternyi aknát és járatot tárt fel Taposiris Magna alatt. Ez alátámasztani látszik eredeti megérzését, miszerint Kleopátra sírja is itt lehet valahol a föld alatt. Kleopátra 22 évig tartó uralkodása alatt Egyiptom és Róma ellenségek voltak, de olykor szeretők is. Krisztus előtt 48-ban mindössze 3 évvel Kleopátra trónra lépése után Julius Cézár meghódította Egyiptomot. Az akkor 20 éves királynő pedig a szeretője lett. A fiatal Kleopátra okos és tehetséges politikus volt, aki még az ellenségeivel is erős politikai szövetséget tudott kovácsolni. Ami a Julius Cézár és Kleopátra közti kapcsolatot illeti, egyfelől beszélhetünk csábításról, másfelől viszont politikai manőverezést is említhetünk. A kettő nem zárja ki egymást. Róma a mediterrán térség legerősebb hatalma. Egyiptomnak éppen ilyen szövetséges kell hatalma megőrzéséhez. Julius Cézárnak viszont Egyiptomra van szüksége, hiszen az ország a térség fő gabonatermelője. A viszony 4 évig tartott, és még egy fiú is született. Cézár magával vitte Kleopátrát Rómába, és ajándékokkal halmozta el. Még egy templomot is emeltetett a tiszteletére. De a királynőnek is volt mit adni a cserébe. Rengeteg tudományos ismeretet, köztük az idő titkait. Cézár idején a római naptár a holdfázisokon alapult. Csakhogy ez a 28 napos holdciklus miatt azt jelentette, hogy a hónapok és az évszakok állandóan eltolódtak. Az évnapjainak a száma nem volt állandó, néha az egész rendszer felborult.
Kleopátra viszont a korszak egyik legnagyobb tudományos és művelődési központjából érkezett. Az egyiptomi naptár a Föld napkörüli útján alapult, és ezt a megoldást Cézár is átvette. Kleopátra egyiptomi csillagászainak a módszereit átvéve Julius Cézárnak végre olyan rendszer került a kezébe, amely a napcikluson alapult. Ez stabilabbá tette a római életet, hiszen minden év 365 nap lett, s négy évente egy szökőnapot is beiktattak. Ez a mai naptár alapja is, amelyet Julius Cézár honosított meg Rómában, hogy aztán az egész világ átvegye. Cézár uralma Krisztus előtt 44-ben váratlan véget ért, és a meggyilkolása után Kleopátra visszamenekült Egyiptomba. Kathleen Martinez szerint a királynő talán a Taposiris Magnánál lévő templomában lelhetett vigaszra. Majdnem 10 ásatási idény eredményeként Kathleen káprázatos leletgyűjteményre tett szert. A tárgyak mind Kleopátra dinasztiájának a korából származtak. Ez az egyik kedvencem. Egy Ptolemaida királyné mellszobra. Ez egy szemkihúzó, amit sminkeléshez használtak. Ez láthatóan egy súly. A gazdája tehát árulhatott valamit. Ez itt Nagy Sándor mellszobra. Ez pedig egy egyiptomi termékenységi isten pénisze volt. A leletekből egyre gazdagabb kép állt össze egy fontos templomról. A templom együttes északi bejáratánál végzett ásatások valami nagyon érdekeset találtak. 14 furcsa alakú kőtalapzatot. Nagyon fontos, hogy mindnek más mértani alakja van. Ez egészen egyedi. Eddig 14 ilyen talapzatot találtunk, aminek alapján ez is a Ptolemaidákkal lehetett kapcsolatban, hiszen a dinasztia 14 uralkodót adott Egyiptomnak. A Ptolemaidák volt a Kleopátra királyi családja. Kathleen szerint a talapzatokon egykor a Ptolemaida fáraók szobrai állhattak, igen látványossá téve a templomba bevezető utat. Taposiris Magna ettől még fontosabb helyé válhatott, s méltó nyughelye lehetett a királynőnek. Kathleen elmélete arról, hogy Kleopátra valahol itt lehet eltemetve, újabb nagy lökést kapott. 2015-ben az alapzatok mögötti törmelékben egészen rendkívüli dolgot talált. Egy nagy, vésett feliratokkal teli mészkőtáblát, azaz sztélét. A világhírű rozetti kőhöz hasonlóan a feliratot a hieroglifa írás mellett a hétköznapi Egyiptomban használt démotikus írással is a táblába vésték. El tudják hinni, hogy ez a kődarab megváltoztatta Taposiris Magna történelmét? Én már is Stélé Magnának nevezem. A Stélé 5. Ptolemaiosz uralkodásának 7. évében készült, vagyis 2 évvel régebbi, mint a rozetti kő. A felirat egyértelműen igazolta, hogy a helynek köze volt Ízisz istennőhöz, akit állítólag Kleopátra testesített meg a földön. 5. Ptolemaiosz rendelete Ízisz egyik vallási központjává teszi Taposiris Magnát, ahol az emberek Íziszhez imádkozhatnak. A területet pedig, amelyen állt, szentföldnek tekintették. A templom környékén is minden Ízisz imádatát szolgálta. A szöveg nagyon fontos. Megmutatja, hogy ez egy templom volt. Márpedig akkoriban a templomok a királyság intézményéhez tartoztak, és jelentős helynek számítottak. Ez tehát nem valami elfeledett templom volt, hanem fontos hely. A Kathleen által talált sztélé átírja a történelem könyveket, és azt bizonyítja, hogy a Ptolemaidák idején Taposiris Magna a legfontosabb észak-egyiptomi templom együttes volt.
Annyira fontos volt a Ptolemaidáknak, hogy északon ez lett Ízisz kultuszának a legjelentősebb központja. Egyre több bizonyíték mutatott arra, hogy Kleopátra is gyakori vendég lehetett. De vajon itt is temették el? Kathleen úgy döntött, hogy a kutatást a templom falain kívülre is kiterjeszti. 500 méterre keletre egy ősi világítótoronyhoz hasonló alakú építmény közelében érthetetlen okból megsüllyedt területekre lett figyelmes a sivatagban. Elkezdtünk itt ásni, a világítótorony és a templom közelében, és előkerültek az első lépcsőfokok. A lépcső aljában néhány, mélyen az alapkőzetbe vájt kamra fogadta. Csak egy valami lehetett. Sír. Meg kell néznünk ezeket, de mielőtt leereszkedünk, kérlek húzzatok maszkot és kesztyűt. Kathleen úgy véli, hogy ha tetemek vannak idelen, az biológiailag veszélyes lehet. A sírok az első bizonyítékai annak, hogy errefelé a templom közvetlen közelében rituális temetéseket végeztek. A további ásatások ősi katakombák útvesztőjét tárták fel, egy részükben csontvázak voltak, a többiben múmiák. Nem tudtuk mekkora, de mostanra már több mint 800 csontvázunk van. Kathleen óriási nekropoliszra bukkant, amely sok száz négyzetméteres kiterjedésű. Az egyiptomi holtak városa ez. De vajon kiket temethettek el itt? Kathleen évekig tűrte a régész társadalom kétkedését, de most már a profi szakemberek is csodájára járnak a felfedezéseinek. Ez fantasztikus! Dr. Salima Ikram az ókori egyiptomi temetkezés szakértője. Istenem, ezt nézd! Hát nem mesés! A Kathleen által talált koponyák némelyikét arannyal borították be. Itt ez az aranyozás. Az arcot olaj és gyanta, és olykor méviasz keverékével kenték be, ami nagyon ragacsos. Aztán erre kerültek ezek a kis aranyfüst négyzetek, amelyeket elég volt odatapasztani, néha úgy, hogy átfedjék egymást. Az itt eltemetett személyek láthatóan gazdagok voltak. De a koponya aranyozása nem csak díszítési célt szolgált. Észrevettük, hogy a később ptolemaioszi és kora római időszakban néha már nem voltak olyan alaposak a balzsamozással. Emiatt rengeteg olajat és kenőcsöt kentek a tetemre, aztán szépen becsomagolták csillogó aranyba. Ezzel a fajta csomagolással igyekeztek leplezni, hogy nem voltak igazán biztosak a dolgukban. A lelőhelyen minden, ideértve a múmiák csapnivaló balzsamozását is arra utal, hogy a temetések Kleopátra korában történtek. Ez egy csodás nekropolisz, és még mindig tele van érdekes holmikkal és újabb holttestekkel. Ízisz és Ozirisz templomainak közelsége igen kedvezővé tehette ezt a temetkezési helyet. Ez itt egy szent hely, egy megszentelt hely, és egy fontos hely. Ezért az emberek azt akarták, hogy itt temessék el őket. Akit itt temettek el, annak nyilvánvalóan egyenes volt az útja az öröklétbe. A temetkezési hely fontossága arról győzi meg Kathleent, hogy közeledik végső céljához, Kleopátra sírjához. Az autodidakta régész Kathleen Martinez úgy hiszi, hogy közel jár már az évszázad régészeti felfedezéséhez, Kleopátra rég elveszett sírjához. Ha Kathleen megtalálná Kleopátra érintetlen sírját, akkor szerintem a világ leghíresebb régészeinek egyikévé válna.
Catelyn már eddig is talált egy sor érthetetlen aknát és járatot Taposiris Magna alatt, és biztos benne, hogy itt vár rá Egyiptom utolsó királynőjének sírja is. De van-e rá bármilyen bizonyíték, hogy az ókori egyiptomiak templomok alatt temették el az uralkodóikat? 2014-ben a Rameseum, egy ősi, dél-egyiptomi templom együttes régészei érdekes felfedezést tettek. Egy föld alá vezető aknát találtak, amelyben egy királysírból származó, rituális halotti tárgyak voltak. Ez a szenzációs felfedezés egy hercegnővel volt kapcsolatos, akit Karamamának hívtak, és aki egyben igen magasrangú papnő is volt. Karamama 900 évvel Kleopátra előtt élt. De nem lehet, hogy Kleopátra felélesztett egy ősi hagyományt, hogy így Taposiris Magna alatt helyezzék el végső nyugalomra. Könnyen lehet, hogy Kleopátrát is egy hasonló aknában temették el, egy templom alatt. Elég sok példa van rá, hogy magas státuszú, sőt, királyi személyeket, főleg nőket, templom együttesek alatti aknákba temettek. Lemegyek. A nyugati kapu közelében Catelyn újabb kamrát talált a felszín közelében. A kamra egy nő maradványait rejtette. Találtunk egy csontvázat. Egy terhes nőjét. A csontok elemzése szerint a nő túl fiatal volt. Nem lehetett Kleopátra. Továbbra is rejtély, ki lehetett ez a nő, mert nem tudjuk, mi történt vele. A csontváz komoly áttörés. Az első jele annak, hogy a templomon belül is végeztek temetéseket. Catelyn megérzése hamarosan még izgalmasabbnak fog tűnni. A lelőhely északnyugati sarkában a csapat néhány lépcsőfokot talál, amelyek lefelé vezetnek egy a kőzetbe vájt széles nyílás felé. Szóval elkezdjük kitisztítani, de hát óriási, 10x9 méteres. Olyan nagy, mint a királyok völgyében a sírok. Ettől aztán izgatottak lettünk. Ez lesz az. A nyílás aljáig leásva szűk aknát találnak, amely mélyen a föld alá vezet. Elkezdtük kitisztítani az aknát, és 23 méter mélyen két csontvázat találtunk, ami tovább fokozta az izgatottságunkat. Catelyn 35 méterig hatolt le, de semmit sem talált. Chris Naunton egyiptológus szerint azonban egy ilyen tág és mély nyílás, amelynek az aljába egy akna van, szinte mindig ugyanazt jelenti. A legfeltűnőbb vonása az óriási mérete. Hatalmas nyílást vájtak a kőzetbe, és ez elég ritka. Ahol pedig előfordul, ott az akna sírhoz vezet. Fontos előrelépésről van szó, de mivel az éves ásatási idény már majdnem véget ért, Catelynnek fogytán az ideje. Talajradart hozott, hogy megvizsgálják az akna környékét. Azt szeretné látni, vannak-e kamrák az akna falain túl. Geofizikai módszerekkel próbálunk segíteni a régészeknek, hogy megtalálják Kleopátra múmiáját. Az eredmények nagyon izgalmasak. Két lehetséges üreg is látható. A radar üregeket mutatott ki, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy egy fáraó végső nyughelye legyenek. Megerősíthetem, hogy itt megpróbáltak elrejteni valamit. De hogy mit? Azt nem tudjuk. Talán Kleopátra múmiáját. Talán. Erre az évre lejárt Catelyn Taposiris Magnánál tölthető ideje. Az akna további vizsgálatával várnia kell.
De a megérzése, hogy ez a hely sokkal többet rejt, mint azt a szakértők gondolták, tökéletesen helytállónak bizonyult. Bebizonyította, hogy Taposiris Magna Kleopátra idejében igen nagy jelentőségű templomegyüttes volt, s meggyőző bizonyítékra lelt arra vonatkozóan is, hogy mélyen a föld alatt talán egy sírkamra rejtőzik. Azt hiszem, Kathleen minden eddiginél közelebb juttatott bennünket Kleopátra sírjának a megtalálásához. Egy Egyiptomban dolgozó régész azt állítja, hogy hamarosan megtalálja Kleopátra sírhelyét. Kutatása mára az egész világ érdeklődését felkeltette. A leletek, amelyek Alexandria közelében egy ősi templomból kerültek elő. Olyan utazás kezdete ez, amely óriási felfedezéssel fog véget érni. Már eddig is számos különböző Kleopátra képmást találtak. Nem állok le, amíg meg nem találom Kleopátra sírját. A szívemben érzem, hogy Kleopátra ott van a talpam alatt, Taposiris Magnánál. Közreműködött Kárpáti Levente és Németh Kriszta. Magyar szöveg Sóskuti György. Szerkesztő Lerner Balázs. Hangmérnök Rózaman Péter. Gyártásvezető Gyarmati Zsolt. Szinkronrendező Kerényi Kata. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.